Nincs előfeltétel a kormány szóvivő szerint, a kabinet készen áll, bármikor megkezdődhetnek a hiteltárgyalások. Működésképtelenné válhat a Malév, az elszámoltatási biztos az előző kormányokat okolja. Modellváltásról vitatkoznak, Európa a fő témája a világgazdasági fórumnak Davosban. És trópusi kert januárban, hatalmas citrusfélék és papagájvirágok nyílnak a Pécsi Egyetem botanikus kertjében. Jó napot kívánok! Nincs semmilyen előfeltétele a hiteltárgyalások megkezdésének a Nemzetközi Valuta Alappal és az Európai Unióval. Ezt a ma reggel műsorában mondta a kormány szóvivő. Girószász András hangsúlyozta, az Európai Bizottság által kifogásolt törvények megváltoztatása sem előfeltétel, az egykulcsos adórendszer megszüntetésének kérdése pedig az Unióban fel sem merült. Azt is megjegyezte, az IMF az elmúlt 2-3 évben legalább 4 olyan országnak adott kölcsönt, ahol egy kulcsos adórendszer van, és ebből 2 az Európai Unió tagja. A kormány szóvivő azt is mondta, a magyar kormány kész a tárgyalásokra, így azok bármikor megkezdődhetnek. Működésképtelenné válhat a Malév a szocialista kormányok idején hozott rossz döntések miatt, ezt állítja az elszámoltatási kormánybiztos. Budai Gyula szerint 2007-ben úgy privatizálta a céget a Gyurcsány kormány, hogy azzal a magyar állam és a Malév járt a legrosszabbul, 2010-ben pedig olyan rossz feltételekkel vásárolta vissza a Bajnai kormány, ami miatt most gyakorlatilag menthetetlen a cég. Veres János azt mondta, megalapozatlanok Budai Gyula állításai. Oszkó Péter szerint pedig a Fidesz is felelős a Malév jelenlegi helyzetéért. Felszálló ág helyett működésképtelen pályára kerülhet a Malév, ezt állapította meg az elszámoltatási kormánybiztos egy most befejezett vizsgálatában. Budai Gyula szerint a társaság 2007-es privatizációja után 3 éven át jogosulatlanul kapott állami támogatást, ezért pedig a Gyurcsány és a Bajnai kormánya felelős. Szándékosan szekték meg. A kormánybiztos azt mondta, a Gyurcsány kormány pénzügyminiszterének tudnia kellett arról, hogy az állami támogatást uniós szabály tiltja, ennek ellenére is kapott pénzt a társaság. Az akkori kormánynak, az akkori pénzügyminiszternek, Veres Jánosnak tisztába kellett lenni, hogy a privatizáció szerződésben meghatározott forrásokat nem lehetett volna a Malév értékesítésére, illetve a Malév állami támogatásban való részesítésére felhasználni. Az Európai Bizottság az év elején felszólította Magyarországot, hogy az állam fizettesse vissza a Malévvel azt a 70-100 milliárd forint közötti összeget, amelyet 2007 és 2010 között nyújtott a légitársaságnak. A bizottság szerint ugyanis a támogatás uniós szabályokat sért. Budai Gyula azt mondta, a pályázaton nyertes Airbridge ZRT valójában egy stróman cég, amelyet kifejezetten erre a privatizációra hoztak létre. A kormánybiztos vizsgálata szerint a privatizációs szerződéseket úgy kötötték meg, hogy a Malév és a magyar állam járjon a lehető legrosszabbul. A Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere, nem ért egyet a megállapításokkal. Budai Gyula megalapozatlan állítását, amit mond, az összefüggéstelen, majd ha megalapozza állításait, akkor érdemben foglalkozunk vele. Ez a szokásos budai féle mellébeszélés, hogy elterelje a figyelmet Magyarország súlyosabb gondjairól. A kormánybiztos jelentésében az is szerepel, hogy a cég 95%-át 2010-ben visszavásárolta az állam, 5% azonban egy orosz bank tulajdonában maradt. Budai szerint a Bajnai kormány előnytelen szerződést kötött, mert a kisebbségi tulajdonos 2010 óta is minden döntést meg tud akadályozni. A Malév így eladhatatlan, befektető nélkül pedig működésképtelenné válhat. Az akkori pénzügyminiszter Oszkó Péter egy közösségi oldalon azt írta, Budai Gyula megpróbálja másra hárítani a felelősséget, de szerinte a mostani kormány is felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került a Malév. Budai Gyula január elején a Malév eladásával és visszavásárlásával kapcsolatban 5 büntető feljelentést tette a központi nyomozó főügyészségen. Hamarosan 2 magyar gazdasági delegáció is Libanonba utazik, hogy a befektetések ösztönzéséről és támogatásokról tárgyaljon. Erről állapodott meg Orbán Viktor Beirutban, ahol a libanoni kormányfővel találkozott. A 2 miniszterelnök egyetértett abban, hogy szorosabbra kell fűzni a gazdasági együttműködést a 2 ország között. A libanoni kormányfő szerint az arab világ most elsősorban oktatási és gazdasági téren vár segítséget Európától. A magyar miniszterelnök közbenjárást ígért, és azt is világossá tette, hogy Magyarország nyitotta az arab világ felé.
Modellváltásról vitatkoznak a világgazdasági és politikai vezetői Davosban. A világgazdasági fórumon most a fő téma Európa, hogy milyen új útra kellene térnie a kontinensnek, hogy kikeveredjen a válságból. Ötletből sok van, az egyetértés azonban hiányzik a vezetők között. A hó épp oly fehér, a város épp oly festői, a szállodák épp oly elegánsak, mint bármikor. És a tüntetők is jelen vannak, mint mindig, most épp lufikat eregetnek figyelemfelhívásként, de a hangulat Davosban, a világgazdasági fórumon meglehetősen lehangoló. Mint minden évben a svájci kisvárosban gyűlnek össze a világvezetői, hogy megbeszéljék a gazdaság fontos ügyeit. Mindenről szó esik az afrikai éhezőktől, az okostelefonok térhódításán át, egészen a nyugati középosztály válságáig. De a legnagyobb figyelem most Európát övezi. David Cameron brit miniszterelnök volt a legbizakodóbb. A gondok, amelyekkel most szembenézünk, emberi kézalkotásai. Némi bátorsággal és politikai akarattal túleshetünk rajtuk, mondta. Viszont azt a bátor francia ötletet, hogy vessenek ki tranzakciós adót a pénzintézetekre, egyszerűen őrültségnek nevezte. A legnagyobb sztár, ez esetben Angela Merkel, ahogy illik, helikopteren érkezett kamerák keresztüzében, és mihelyt pódiumra lépett, tovább hújtötte a hangulatot. Aber was wir nicht möchten, das ist eine Situation, in der wir... Nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy ígérünk valamit, majd nem tudjuk betartani. Csak azért, mert Európa minden ígérete mögött Németország áll, mondta, ami elég egyértelmű utalás arra, Németország forrásai is korlátosak, és a németek sem lesznek hajlandóak mindig a zsebükbe nyúlni. Így aztán nem is csoda, hogy sokan már katasztrófákról beszéltek Davosban. Németország a főnök és olyan szigorú fiskális politikát akar másokra kényszeríteni, hogy a feszültségek az egész Európai Uniót szétfeszíthetik, mondta Soros György. És hasonló feszültségeket, tüntetéseket, zűrzavart jósolt Amerikának is. Abban, hogy modellváltásra van szükség, hogy a kapitalizmus eddigi rendszere nem alkalmazható tovább, még a főszervező is egyetért. De arra, hogyha nem erre megyünk tovább, akkor merre? A 2500 résztvevőnek mintha ugyanennyi ötlete lenne. Julia Timoshenko volt ukrán kormányfő szabadonbocsátását követeli az Európa Tanács parlamenti közgyűlése. A strasbourgi testület aggódik az ukrán politikus egészségi állapotáért, és azt szeretnék elérni, hogy az ukrán hatóságok engedjék, hogy úgymond független orvosok vizsgálják meg őt. Egyúttal felszólították az ukrán kormányt, hogy hajtson végre alkotmányos és választási reformot, és engedje Timoshenko indulását a következő választáson. A volt kormányfőt a múlt évben ítélték el Kijevben. A bíróság szerint egy előnytelen gázszerződéssel hatalmas kárt okozott az ukrán nemzetgazdaságnak. Ma van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. 67 évvel ezelőtt ezen a napon szabadították fel az Auschwitz-Birkenaui haláltábort. Az ENSZ közgyűlés 2005-ben nyilvánította január 27-ét a holokauszt emléknapjává, kihangsúlyozva az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió túlnyomó részt zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. Ma Budapesten több helyen is lesznek megemlékezések, így a Páva utcai holokauszt emlékközpontban is, ahol ma nyitja meg kapuit az intézményben felállított marha vagonban berendezett vándorkiállítás. Az ELTE-n Ervin Gáborra, a holokauszt áldozatait mentő római katolikus papra és filozófusra emlékeznek, Kispesten pedig koszorúzással emlékeznek az áldozatokra. Nem érdeke már Romániának, hogy a történelmi magyar egyházak ingatlanjait mielőbb visszaszolgáltassa, ezért a folyamat mára szinte teljesen leállt. Ezt mondta a nagyváradi római katolikus megyés püspök. Böcskei László szerint Románia uniós csatlakozása óta folyamatosan lassul a restitúció. A nagyváradi egyházmegye tavaly egyetlen épületet sem kapott vissza, ingatlanjainak egyharmadával még tartozik az állam. A nagyváradi premontrei kanonokrend egykori iskoláját, rendházát és birtokait is követeli. Több mint 20 éve, de hiába. A megokulás az, hogy a kommunisták nem követtek el jogtalanságot, mert már 37-ben az román államé volt. És emiatt nem illeszkedünk bele a visszaszolgáltatási törvénybe.
Az államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvény ugyanis csak az 1945 és az 1989 közötti egyházi ingatlanokra vonatkozik. Nincs jobb helyzetben az irgalmas rend belvárosi bérpalotája sem. Két éve üresen áll, és bár a püspökség minden igazoló irattal rendelkezik, a restitúció mégsem történt meg. Romániában tavaly az ingatlanok visszaszolgáltatása gyakorlatilag teljesen leállt. Most már nem fontos ennek a restitúciós törvénynek ugye az alkalmazása. Fontos volt ez akkor, amikor még unió csatlakozás előtt álltunk, akkor nagyon jól működött. A nagyváradi római katolikus püspökség 121 ingatlanát kérte vissza a rendszerváltás után, ám eddig csak 78 épület felől döntött a bukaresti bizottság. A nagyváradi egyházfő azt fontolgatja, hogy bírósághoz fordul a restitúció meggyorsítása érdekében. Szerepeljenek magyarul is a tájékoztató feliratok a határon túli magyar lakta területeken forgalmazott termékeken. Ezt kéri Spaller Endre országgyűlési képviselő azoktól a cégektől, amelyek az egész térségben jelen vannak termékeikkel. A kereszténydemokrata politikus azt mondta, ha ez nem segít, létrehoznak egy adatbázist, ahol feltüntetik azoknak a cégeknek a nevét, amelyek ezt nem tették meg. 7 nyelven szerepel termék ismertető ezen az üdítőitalon, de a magyar nincs köztük, mutatja a fogyasztóvédelmi ellenőr. A hatóság csak a román felirat hiányáért bírságolhat, a magyar tájékoztatót nem kérheti számon. Kötelezni nem lehet, de én azt mondom, hogy a reklámért megéri azt, hogy a termelők odafigyeljenek erre a részre is, erre a kis apróságra is. Az anyanyelvű termékismertetőt a vásárlók is igénylik. Románul is értek természetesen, de a legjobban magyarul. Öregek vannak, akik nem nagyon tudnak románul, és el kell olvassa. Meg kell nézni, hogy ne legyen lejárva. A KDNP most levélben fordul a multinacionális cégekhez, arra kérve őket, tüntessék fel magyarul is a feliratokat, ha magyar lakta területeken is forgalmaznak. Spaller Endre azt mondja, ha ez nem segít, létrehoznak egy adatbázist, ahol feltüntetik azoknak a cégeknek a nevét, akik ezt nem tették meg. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek a cégek komoly piacvesztést szenvedhetnek el Magyarországon, hogyha nem viselkednek megfelelően a határon túli magyarokkal. A kereszténydemokrata politikus szerint ez az elvárás nem sérti a gazdasági szuverenitást, hiszen az érintett termékek már most is többnyelvűek. Traktor helyett lovak húzzák az igát a Nyíregyháza melletti sóstói erdőben. Ez ugyan lassabb és többe kerül, de kevésbé károsítja a természetvédelmi területet, mint a munkagépek. A lovakat nem volt nehéz beidomítani arra, hogy hogyan húzzák a farönköket. Rossz állapotú kiszáradt vagy balesetveszélyes fákat húz maga után bolygó. A ló 4 éves, de csak pár hete tanulta meg, hogyan kell a rönköket maga után húzni. Gazdája szerint nem volt nehéz beidomítani a munkára. Ez ösztönből van ezeknél földött lovaknál. Nyugodt jámból, ezek jók ide, ezek vékon lovak ide nem jók egy sem, nem is bírná, egy az. Ide csak ezek jók, fordott vagy murács. A Nyíregyháza melletti sóstói erdőben eddig traktor segítségével termelték ki a fát. A munkagépek azonban károsítják az erdőt. Egyrészt megbolygatják az erdő talajának felső rétegét, másrészt zajosak, ami az állatokat zavarja. Ráadásul nagy a károsanyag kibocsátásuk. A nyírségi erdőben viszont éppen a természetet szeretnék megóvni, ezért tértek vissza a lovasfa kitermelésre. Igaz, a hagyományos módszerrel lassabban halad a munka. Jóval haték konyabb a másik, tehát a gépes fakitermelés. Itt jóval kisebb teljesítménnyel dolgoznak az emberek naponta, ez az ok annak, hogy ez költségesebb. A sóstói erdő Natura 2000 természetvédelmi hálózat része, ez is indokolja azt, hogy minél kíméletesebben a természet megóvásával végezzük munkánkat. Egy nap alatt a ló segítségével 5-8 köbméternyi fát tudnak összegyűjteni, ez nagyjából fele annyi, mintha traktorral dolgoznának. Kis hiány hasra esett, és még a cipőjét is elhagyta az ausztrál miniszterelnöknő, amikor a testőrei őslakos tiltakozók közül próbálták kimenekíteni Canberrában. Julia Gillard az ausztrál nemzeti ünnepen egy díjátadón vett részt a fővárosban, amikor a benszülöttek jogaiért tüntetők megzavarták a ceremóniát. Julia Gillard ausztrál miniszterelnök és Tony Abbott ellenzéki vezető egy díjátadón vettek részt egy canberrai étteremben a nemzeti ünnepen. Az épületet több mint 200 a benszülöttek jogaiért tüntető vette körbe, és skandálni kezdtek. Szégyen, szégyen, ismételgette egyre dühösebben a tömeg, majd verni kezdte az étterem ablakait.
A kormányfőt ekkor testőre figyelmeztette odabent, hogy a helyzet elfajult, túl sokáig már nem maradhatnak. Gilárd ekkor Abbott holléte felől érdeklődött, azt javasolta, hogy őt is vigyék biztonságos helyre. A nekivadult tömeg ugyanis valójában nem őt, hanem Abbottot szitta, aki korábban megjegyzéseket tett a demonstrálókra. Azt a testőrök sem gondolták, hogy ennyire nehezen jutnak ki. A tömeg rávetette magát a távozni próbáló politikusokra. A kavarodásban a kormányfő megbotlott, egyik cipőjét is elhagyta. Ha testőre nem kapja el, hasra esik. A tüntetők eközben keményen harcba szálltak a rendőrökkel. A benszülöttek ugyanis a megszállás napjaként tartják számon a nemzeti ünnepnapot, amikor az ausztrálok az első brit telepesek érkezésére emlékeznek. Hatalmas citrusfélék nőnek és papagájvirágok nyílnak a télben. A Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében a hetekben több növény is virágot bontott. A legkedveltebb a trópusokon élő papagájvirág, amely már decemberben meghozta az első bimbot, viszont csak a napokban nyílt ki teljesen. Virágában még hetekig gyönyörködhetnek a látogatók. Kint a mínuszokban, a botanikus kertben viszont 20 fokban telelnek a trópusi növények, a párás környezet miatt meg sem érzi a telet a Dél-Amerikában őshonos növény a papagájvirág. A 2011-es meleg és az átlagosnál naposabb nyár miatt több virágot hozott a növény, de ezek is csak az idősebb példányokon jelentek meg. Normál esetben 3-4 éves kornál idősebb tövek tudnak virágozni. Ezek már 20 évnél is idősebbek, van, amit ajándékba kaptunk. A látványos virágzattal rendelkező növény egy kisebb madárra emlékeztet, ha jól van tartva, átmérője elérheti a 15 cm-t. De nem csak ez az egyetlen látványosság a botanikus kertben, a rovarevő növények és a fák törzseiben élő orchideák is szépen fejlődnek. Ki akar dőlni a súlyátokba? Hozza egyébként a sarjakat. Az üvegházban helyenként akár 70-80%-os páratartalom is lehet, ezért télen nem nagyon kell locsolni a virágokat. Ebben a környezetben nem csak a növényfélék érzik jól magukat, hanem a gyümölcsök is. Ennek a citrusfélének például a termése akár 6-8 kg-ot is elérheti, átmérője pedig meghaladhatja a 40 cm-t. A több mint 5 hektáron elterülő botanikus kertben mintegy 1200 cserje és fa, valamint 2000 évelő növény található, ebben az orchidea és bromélia. A házban pedig 350 fajjal és fajtával rendelkező cikászok, páfrányfélék és persze bromélják telelnek. Következnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Híradót a szokott időben 7:30-kor láthatnak legközelebb. Legyen kellemes a hétvégéjük, viszontlátásra!